Köszöntök szépen mindenkit a Super Mario Brothers Wondernek a... Hát az utolsó részében így a végigjátszás sorozatban, mert hogy most már összvíz egy világ van hátra. Meg gondolom egyébként a boss, ha csak nem vegyül ez egybe. Még jó kérdés, nem tudom. Minden esetre annyi biztos, hogy most már a vége fele tartok, és ezt szerintem le is fogom zavarni így a mai epizódban. És hát a kérdés már csak az, hogy mivel ugye lehet random karaktert választani, és eddig ugye random karakterek voltak, hát most se mennék túl messze. A kérdés igazából az, hogy az első részben ugye volt Mario, második részben Luigi, és a harmadikban volt a kék Toad. Ki lesz az a karakter, akivel az utolsó epizódot le fogom zavarni? Azt hiszem a játék érzi, hogy mi újság van, úgyhogy azt mondja, hogy Mario-val fogjuk befejezni a játékot. Ám legyen. Akkor legyen így. Akkor Mario lesz itt a nyerő, és akkor ő vele fejezem be ezt a Sipu áradatot. Sipuá. Jó. Közben kicsit be kell tanuljam most az irányítást, mert most mikor volt utoljára? Hát régen. Na nézzük. Igen. Kezd melegebb lenni itt a magmán belül. Jó van. Akkor legalább kapunk egy magot. Örüljön a fejünk. Közben Mario össze van nyomva amúgy a rákba. Amúgy imádom a kis formáját, hogy gyakorlatilag a nagy forma összenyomva. Ez ilyen vicces dolog. Jó pofi. Oké. Okay. Igen, és ugye azt mondja, hogy 15 kell egyébként a seedből, csak pont takarom a fejemmel, ügyes vagyok. És... aha, jó. Azt látom, hogy itt azért lesz tennivaló. Szóval 15 kell, ezt online, az nekem nem ki... Na nézzük, hogy hát ezt meg tudom csinálni. És 25 kell a... És gondolom szerintem ott a boss lesz. Várjál, hogy is van ez. Jó. Oké, így elintézem magam. Jól nyomom. Feljussak. Aha. Azt hiszem, hogy ez ilyen egyszerű lesz, de nem. Tényleg nem lesz ez ennyire egyszerű. Még szerintem az lesz itt a lényeg, hogy erre itt most szépen. Megvan. Oké. Abba a vízbe, hogy fog bejutni, azt most se tudom. Legalább fúró fej megvan. Mm-hmm.
Várjál, ja, de ez külön izé volt képesség. Ja, ez kicsit fura lesz így. Nem nagyon találom a többit. Vagy azért felvett kérdéseket. Aha. Jó. Akkor nem ez lesz nekem itt a nyerő. Itt azért jó sokat kéne gondolkozni. Ezt most akkor inkább hagyom. De inkább amivel lehet haladni, inkább akkor arra kéne rámenni, mint a main egyes pályákra, mint például, ja itt. Nem. Na ez például egy 3-as difficulty batch challenge. Az azért jó, mert akkor legalább egy seedet fogok kapni. Elég durva ez most is, hogy azért kicsit kimaradt most így a flowból azt, hogy izé most így ezt nyomom folyamat. Picit így az utolsó világot eléggé nehéz lesz így. Így nehéz lesz végig tolni. Na, szerencsére itt életet nem vesztek, úgyhogy... Hogy? Hát az a jözelek, hogy nem... Meg lett már ebből az 1000. Jó van. Siker. Megvan a 10-es. Ups. Jó, nem baj, semmi gond. Megvan. És adjó! A golyót nem sikerült szokásosan megfogni. Nem átvinni perverz irányokba most már ezt a dolgot. Ha eddig sikerült. De ez 2. Ez eddig nem sok. Egyelőre hagyjuk, mert most nem tudom, hogy fogom-e tudni egyáltalán használni, viszont Verde Rambasról nem tűnik nehéznek, úgyhogy jó lesz ez. Viszont várjál, ja igen, ugye van egy csomó badge-em, hát nem tudom, mit fogok tudni használni. Bár szerintem lehet, hogy jó lesz ez. Na várjál, megvárom, még azt agyon nyomja. Ja, mert egyébként ezt tudom használni. Aha, ezzel meg nem tudok kezdeni. Aha. Értem. Aha, és kéne valami képesség itt. Erre csak erre. Ó, hogy nénéked. Ja, szóval nekem ez kellett eredetileg. Na, nézd meg oda! Pedig amúgy jó volt ez, csak... Nem kéne elrontani, várjál, arra visz... arra hiába megyek, ott nincs semmi. Jó. Legalább meglestem. Meg légy szíves, ne szökjél, köszi, hello. Baszod.
Jaj, ezzel tudok focizni! Igen, csak az a baj, kicsi vagyok, szóval rohadtul nem kéne ezzel futballozzak. Aha. I see. Jó. Mondja azt nézve, hogy van ilyen, hogy a herceg is tud választani egy képességet. Hát azt se ártam meg kipróbálni. Először megvárom, még így mindenki szépen elturbózik a rákba. Ó, nice, kinyírták egymást. Nekem már csak jót jelent. Szóval azért nem könnyű használni ezt a izét, képességet, de azért meg lehet csinálni. Már csak neki kéne fussak. Ídni. Ezt akartam felszedni, bár nem sok értelme van egyébként ennek a részt most felszedem, mert már ugye nem nagyon nő a... Nice, hát, ha jól láttam ott, akkor most ledöntöttem egy csomó ellenfelet. Lehet akkor amelyikre ugrani? Nem, egyikre sem. Na gyerünk, bum! És ez mit üvölt? Nem baccol át. Na, az teljesen jó. Egymás lederálják a rákba. Hogy? Ja, ezt megértem, hogy itt hogy kéne. Jó van. Jött, meg nem tudok tovább menni. Na jó, mindegy, akkor én ezzel nem szórakozok, de gondolom szerintem ott le tudok menni a csövöm. Domino. Várjál. Á, ott nem tudok felmászni, a francba. Ó, oh, yes, jön a szipurózsa. Moment. Darálok le, érted mindenkit. Anyás, milyen jól nyomom. Golyóként. Jó, bowling azok, konkrétan azok olyan hangok jönnek. Ez rohadt jó. Hát ez egyszerűen poén. Így a vicces. Jó, most már sikerült. Hát ez nem volt nehéz szerencsére. Úgyhogy legalább ez megvan.
akkor úgyis már csak a pálya vége. Úgy. Na, de mondom, hogy nem a pálya vége van. Úgyhogy akkor már így megvan 4. Úgyhogy szerintem azért mondom, hogy ez egy kicsit olyan hosszú lesz, mert hogy azért a... még a 15-öt össze lehet hozni, de hogy 25-öt? Azért már ott lesz egy kicsikét... Jaj, nem tudok menni. Mindenáron ide küld le. És van nekünk egy ilyenünk. Jó. Akkor nézzük. Na várjál, van ilyen, hogy... Aha, ő mindenáron ezt ajánlja. Jó. Messzire nem mentem vele. Aha. Ripperonizott. Ja, értem, előttem ugye megjelenik ám a izé. Mi ez, nem tűnik anyád annyira bonyolultnak. Aha. Dead end. Ja, akkor le kell itt ugorjak. Jó. Hogy meg direkt le kell esni ezek szerint. Arrafele meg nincs semmi, mi? Ezt most annyiban nem értettem, hogy itt miért nem akart aztán megjelenni, de lehet, hogy azért, mert elrontottam magamnak. Igen, mert itt most ugye ez megjelenik, az tiszta sor. Ja, mert ez mozog, értem. Tehát akkor itt nem kell nagyon előre ugorni itt a... ...dolgokkal. Ó. Oh. Jó van. Összedem azért, hogy legyen, meg ott is tudok menni, jó. Egy vonat, annak örülök. Anyád! Rohadtul nem voltam felkészülve. Oké, ezt legalább elhasználom, hogy... legalább nagy legyek. Mondjuk ez még annyira nem rossz. Jó. Itt átvertem ezt a cuccost. Na, meg is lett. Oké, úgyhogy...
egész jól meg tudtam ezt oldani. Viszont szerintem nekem itt kéne fölmenni. Továbbiakban. Vagy ezért jön az a képesség, hogy inkább át tudom itt verni az ellenfeleket. Aha. De ide egyébként vissza kellett jönni, és itt a pálya vége. Na. Akkor így oldom meg, mert ezek szerint van egy láthatatlan fal, ahol pont ott a zászlónál megfog. Úgyhogy akkor ezt ki kell használni. Oké, ezzel is megvagyok, úgyhogy akkor nézzük tovább. Ugye merre tudok menni? És van 6, tudok erre menni. Scorch. Várja. Igen, itt ugye el lehet könnyen tévedni. És ráadásul itt van shop. Na, ez tökéletes, jöhet. És egyébként az a durva, hogy akár most ezt is tudnám csinálni, de hát nyilván egyébként jó lenne talán végig szaladni a pályákon, mert amúgy mennyi 100 ilyen, és nem tudok csak 6-ot venni. De jó, ezt nem fogom elhasználni. Na most maradjunk egyelőre annál, hogy várjál, az érdekesnek tűnik ott az a lenti rész, úgyhogy ezt meg kéne nézni, mert szerintem, ha jól látom, itt nem lesz. Na, Grappling Vine, az jó, ez Batch Challenge. Ott legalább egy fix. Akkor meg lesz a 7. Hát ezeket érdemes megcsinálni, és ráadásul jól láttam, akkor itt nincsen, csak izé. Jó, ez eddig oké. Nem nehéz ez egyébként, csak kurva ügyesen kell csinálni. Ennyi. Meg is van, és wonderful, tehát szóval ahhoz képest, hogy 3 csillagra volt ez a mind nehézség. Na, megoldható volt ez. Szóval ez nem volt nehéz. Úgyhogy egy pipa, eléggé könnyen, meg van a 7. Nézzük a másikat, mert itt van nekünk még ugye ráadásul 2 majd, de ez 4-es difficulty, pull, turn, burn. Ezt a rhythm jump. Ezek szerint ez zenés. Ez érdekes volt. De jó van. Ja, lehet, hogy nem kéne sokáig fognom. Basz az, hogy azért időben nem tudom elengedni, azért ez így... Igen, meg gondolom itt az van, hogy izé... időre ugrok.
Á, igen, most lenne ez a cucc. Most fel kell menjek, hogy le? Jó, mondjuk azért néha sikerül úgy ugrani. Aha. Aha. A nénikédet. Szerintem az a baj, nem hiszem, hogy ez a képesség kell nekem. Tudnom kéne egyébként ugrani nagyot. Igen, szerintem nem ez kell. Tehát ez... nem jó ez. Én elhiszem, persze, ilyenkor ugye ad izét. Ugye ez az, hogy például itt is. Így. Azért mondom, mert így azért kicsit már másabb a menet. Mehetünk. Na, ez jó lesz. Igen, és ugye ezt próbáltam összehozni. Ami jó, jó volt, csak aha, akkor valószínűleg azt az izét kéne így használni. Nice. Jó, megvan. De hülye vagyok, édes Istenem, hogy azért ez ilyet még csak megcsinálom. Épp, hogy a seggemet nem pörköltem le. Yeah.
Ennek nem tudom, mi értelme volt. Think something, aha. Szerint itt valami van. Hát... Jajjaj. Ja, ezt meg elfelejtettem, hogy... Hogy is van ez egyébként két izés, de amúgy szerintem megvan, hogy valahol kell lenni egy... Aha. Mi volt ez? Két izés volt. Aha. Jap. Hogy hol hagyhattam én ezt ki? Na, ez egy jó kérdés. Na mindegy. Jó. Végül is no para, ha más nem, ugye ott a shop, tudok pótolni. Deep Magma Bog Observatory, úgyhogy még itt is van egy. Na, úgyhogy van már így is kapásból egy. Húzba. Ami jól jön. 9, na haladás. Itt most mi újság van? Á, jó van. Ha adok, akkor meg tudja oldani. És meg is oldja, bum. Úgyhogy mehetünk tovább, király. Nem tudom, hogy amúgy a pénz miért oldotta meg a problémát, de legyen. Ha. Akkor most ez várjál? Ez most visszavitt az elejére. Aha. Ja, itt voltam. Milyen fene volt, hogy... Ja, értem. Ja, erre, na... Igen, nála is gondolom, ez lesz a lényeg. Na, úgy látom, hogy itt lesz izé elhasználva az a cucc. De legalább itt van még egy observatóri, úgyhogy jó haladás. De sokat tudott mondani ez az évireg. Jó, na de megvan, akkor a tizedik király, akkor már csak ötöt kell szerezni, és akkor már az első kaput fogom tudni nyitni majd. Most térképet muszáj lesz egyébként megnézni, mert az a helyzet, hogy... Mi a tökért? Ja, jó. Ja, az a bolt. Mhm. Várjál. Lehet, hogy ez később fog megnyílni. Valamiért ezt nem engedi. Tovább. Ő hozzá. Gondolom, itt meg hidat kell építeni. Aj, de gondoltam, na egy 150-et már itt kellett hagyni csak lent. Úgyhogy meglátjuk, hogy fogok tudni egyáltalán izét venni, vagy sem. Oh, fixed, yay!
Na itt meg mi van? Jaj, na akkor ezek szerint lesz egy hajónk útközben. Jó. Na hát akkor ezt kell megcsinálni. Akkor mehetünk, akkor de szépen belevágunk, már ez is valami. Szerencsére a hajó nem nehéz általában. Akartam kérdezni, mondom, mi újság van, mert nem tudok oda menni. De így most már megvan. Hogy rohagy. Csak okosan akkor. Véletlenül leestem. Nem ez volt a szándékom. Ugye okosba kell ezt lefele nyomni. Ha túl hosszan nyomom, akkor izé le is megy egyből. Az életbe de gyorsan megy. Megpusztult. Oké. Kicsit úgy látom, hogy muszáj vagyok így gyorsan menni, mert különben muerte lesz ebből. Checkpoint. Ez meg gyors. Jaj! Már jó vagyok, tudtam. Jó. Hú. Minimálisan izzasztott, azért rohadjon le. És gondolom jön a gép. A szerkezet. Aha, viszont karokat kell használni. A tűz miatt. Easy. Eléggé könnyen megölt. A boss az mindig könnyen megvan. Bum. Na, hajó dead. 11.
Na, és akkor ugye tudok lefele is menni. Ott lesz a 25-ös. Meg hát illetve ugye oldalt. Nyilván azért azt meg kéne csinálni. Aha, itt azért vannak ám dolgok. Akkor nézzük. Jó, ezért ez a pár egy ki... Érdekes. Kukorica lett belőle. Na. Szépek vagyunk. Na, szépek vagyunk, mit nem mondjak. Van itt minden, nehezen tudok figyelni. És viszont ilyenkor, hogyha már valamit meglocsolok vízzel, akkor már kapásból izé nem fog az most már innestől kezdve. Gyulladni, vagy mi a fene. Azért kicsit cseles ez a pálya. Jó, nem lesz ám ez könnyű. Azt kell, hogy mondjam. Csak ráesett a fejemre. Egyébként most nézd, hogy itt a képességem, csak használni kéne. Ezt inkább megvárom. Úgy. Én nem véletlenül kell gondolom, hogy így telibe locsolni itt a... környéket, szóval azt akartam mondani. De nem láttam, hogy ott mi van. Aha, egy valamit kihagytam. Vagy valahol. Mert azt hiszem ez nem egy darabos izé volt. Kettő. Jó, hát végül is vissza lehet még térni bizonyos izékre. Pályákra, ha nem sikerül. De most hogy állok? Azt hiszem 11 volt meg, most jön 12, meg 5 fönn 13. Már mindjárt megvan. És akkor még talán 14-et tudom összehozni. Jó, végülis haladás. Na, igen, úgyhogy... Úgyhogy jó. Tehát nyilván őket tudok-e figyelni, hogy meg kell szerezni azért a másodikat is, ahol ilyen van. Nem is enged tovább? Mi kell csinálni akkor basszus a másodikat, addig nem enged tovább? Várjál, viszont lehet, hogy ezt fogom használni. Hol lehetett?
Lehet, hogy nem ezt kellett volna hozzam. Ja, azt nézem, hogy... Igen, szerintem nem ezt kellett volna hozzam. Úgy szerintem ott kéne lejussak. Igen, és ezt muszáj leszek restartolni, mert nem jó badge-et hozok. Vagy ezt kéne, vagy ezt, de lehet inkább ezt. Nem jó badge-et hoztam, úgyhogy most pont inkább azt kéne, hogy... ...nes fele tudjak jutni. Oda hogy? Hogy rohadt? Jel meg. Talán ott még lehet, hogy nem a izével, vagy várjál. Lehet, hogy esetleg ezzel. Ezt kéne próbálni. Bakker nem. Ha! Érdekes. Nem, akkor pedig marad ez. Mert azt nézem, hogy... Ugye ott is itt van ugye felhő fent. Elfejtettem, hogy igen, itt van a másik. Ugye rohadtjál meg. Hogy? Mert ugye ide fel tudtam jutni. Várjál. Hívni. Igen, mert ott van azért, ezt oda akarok egyszerűen feljutni. Na, azt meg lehet, hogy... Aja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 j
hogy... És ugye itt is fel tudok jönni. Mielőtt úgy indokolatlanul pörkölődnék az ellenfél által, hogy azt úgy kapom. Ahogy rohadt életbe. Ott van valamit. Jó lenne tudni felszedni. Yes! Oh. Ez így már tetszett is. Aha, ezt tudtam kiszedni. Aha, csak egy 10-es sikerült itt kiszedni. Viszont azt az egyet nem találtam meg. Pedig akkor ez ott lesz fönt. Az pedig ott lesz pálya elején. Nem tudja, hogy oda nem tudok lejutni. Na mindegy. Nézzünk akkor lefele talán, és akkor lehet, hogy több esélyem van. Hát itt 4-es difficulty. Mennyi kell? Még 2, azt hiszem, nem? Igen. Oké. Ah, itt legalább már meg is van. Hát gondolom, csak ki kell bírni a izét. Jó, de a... Hú, bazeg! Jó, arra hirtelen nem számítottam. Meg is van. Jó, az nem volt olyan nehéz. Ennyi maradt még 7 másodperc. De rohadjon meg, hát érted, arra fel se készültem, hogy bakker izé. Baszod? Neki elfogyott a padló. Ó, én szerencsé, csak basszus kulcs, hát az se jó. Recommended safety bounce. Hát, én értem. Vagy inkább ez. Csak még talán nem is kell ezé. Dupla jump. Az Isten álljon meg! Miért csúszkálok ennyire? Kentoinara.
De... hogy az anyádba süllye meg. Ilyen az égvilágon nincsen, hogy kigyulladok basszus kulcsattal a szartal. Ja, és akkor elkezdem még egyszer csinálni, most csak fölöslegesen. Bármihez mertem fölöslegesen. Ugye ilyenkor a izéket is szedem, ezeket a lilákat. Ezeket. Ez nekem ilyen szempontból jó, mert az kell. A virág az teljesen kibambukva. Jó, szóval igen, ezt feleslegesen csináltam meg, mert ez már... Ja, mert ugye megvan, és az előbb is emiatt szoptam be, hogy itt elkezdett csúszni. Coin. Really? Nem a szivac, igaz? Ó, hogy a szűkésünt, légy szíves! Jó, még szerencsére azért életem az van dögivel. Azt a fost meg nem tudom felszedni. Nem hiszek el! Hú, de ez a pálya. Na ez most éget. Rendesen. Na, legalább egy van up. Dög lesz. Megdög lesz. Jó, és ezt valahogy így fog megcsinálni. Hogy? De ezek szerint ezt valahogy kell megoldani. Figyelni kell arra, hogy bizony itt platformok szűnnek meg. Kezdek meghűlni. Hogy rohadjam meg? Azt nagyon utolsó pillanatokban kéne megfogjam, de akkor azt hagyom a rákba. Baszod, ez gyors. Nem örülök. Jó. Így elfogadjuk. Legalább a kettő megvan. Hú. Öcsém. Zavarodjak meg a rákba. 15. Pipa. Mehetünk tovább. Van a Dragon Bone jár, és akkor ott lesz majd a 25-ös.
Na, itt mi fog nekem kellene? Szerintem, ha Boneyard... Igen. De egy utolsó szemétláda, bazd meg. Jó, legalább ezt leeresztette. Na, legalább itt a rózsaszíneket beszereztem. Ó, látom, amit szeretnél. Mire készülsz? Kedves játék. Na mindegy. Viszont lehet, hogy itt a safety bounce-t kéne. Most kivételesen ezt. Aha, ez lehet, hogy nem volt jó ötlet. Igen. A lehető legjobban sikerült amúgy ezt most önmagamat megszivatni. Hatalmas gratuláció magamnak. Ne rohadjál meg. Ez vagy most elég életveszélyben vagyok, mert... Oh my god! Az hogy az anyádba kerüljön ki te? Ó, hogy nyomorodjál le. Viszlát. Ó, öcsém, na hát ez difficulty. Na ez viszont a négyest megéri. Igen, fogalmazhatnánk úgyis, hogy ez sajnos nem véletlenül négyes. Kurva szád, de ilyenkor jön ez a retkes madár. Öcsém, nem tudok innen kiszabadulni. Nem bírok innen kiszabadulni. Új, Jézus ereje. Miért álltunk meg? Hogy? Még egy checkpoint, király. Vagy nem már. Oké. Okay.
Itt a szipu virág. A szipu rózsa. Ez egy Yoshi. Aha, és ugye ott be lehet fejezni hamar. De ezt jobb nem megtenni. Most mit tudok kezdeni? Ja, jó. Pedig felvetődött a kérdés bennem, hogy nagy zsakot most mit fogok tudni csinálni, de jó, semmi gond. Aj, hagyjál meg csak, igen, hogy elkezd szivatni. Letem. Yes! Te jó ég! És akkor most fogok visszatérni oda, ahova meg izé. Ide! Azaz! Teli találat! Te jó szag, úristen! Itt ezzel megküzdöttem ezért a kettőért. Akkor az azt jelenti, hogy most 17 van. Csak akkor kell még 8. Ja, megnézem, de azt hiszem... Igen, 17 van, 8 kell még. Jó. Oké, jó aréna. Shortcut. Na, haladjál. Nagyon jó, lenyúltátok bazeg itt a pénzemet. És szemétládák, na mindegy, semmi gond. Semmi gond. Az van, hogy akkor most szépen eljutunk ide. 15. Még azt hiszem, ha jól látom, lesz még tovább. És még ráadásul ugye itt... Mennyit szerzek? 2-t? Azt hiszem 2. Ja, nem, itt csak 1. Ja, egy boss van, akkor 18, és akkor még kell 7-et. Na várjál, viszont itt most lehet, hogy ilyenen el kéne gondolkozni. Júj! Ez a kis szemétlád az majdnem megfingatott. Ez kéne, hogy itt a 10-est megbírjam fogni. Hát, hogy... Ja, várjál, én hülye. Hát ugye ezt pont rátok én úgy ugrani, nem? Úgy, úgy. Még egy 10-es. Ha! Ezért jó, hogy van buborék, ezért power-upom. Hát ezt meg úgy látom, mert fingattam.
Ah, azt meg nem sikerült megfogni. Na mindegy. Azért ez a buborék az ilyen szempontból tetszetős. Tetszik nekem ez a power-up, viszont ez jó lenne nem elbukni, de úgy látom, hogy eljutok bosshoz. Yes! És még van egy bubis power-upom, úgyhogy talán jó vagyok. Jó, és elméletek még azért ad még egyet a biztonság kedvéért, de teljesen jó. Ezek szerint itt kell ez. Bom. Kapott a fejére egyet. Mondjuk ez az, hogy amennyire nézem, ezt nem nagyon tudom használni, ezt a power-upot. Nice. Nem vagy te egy kicsit szemétláda, hogy... Hárman vagytok. Faszod rám esett. Nem baj. Na még egyszer. Jó, és akkor eljátszok, hogy most már sötétben. Megvárom még idén mind a három. Igen, mondjuk utána most lesz. Akartam mondani, mondom, most lesz bonyodalmas, de nem, mert látszódik a maszkja. Indeed. Még egyszerű volt. Akkor megvan a Royal Seed, oké. Gondolom akkor az azt jelenti, hogy... Vége? Lehet nem az, hogy vége, de akkor ezek szerint... És az a jó kérdés, hogy kimegyünk-e a izé pályára elszedni a hagy hívják ott, és akkor vissza kell még menni a 25... Seedesért. Azt az egy kastélyt megcsinálni. Gondolom én. Vagy ha csak nem az... Várjál. Vagy mindjárt kiderül, ezt most nem tudom. Lehet, hogy az csak egy 100%-hoz való dolog, de nem vagyok benne biztos. Aha. Ja, az mire van akkor, ami 25-ért? Lehet, hogy oda kell visszamenni, és akkor ott lesz a final boss, úgymond. Mert már igazából... 5 kell. Na, hát ez be lesz cipúzva, úgyhogy... Rábbacott. Jó, el van magának, mint a befőtt. Na mi van? Túl késő. Amazing Wonder. Make it to my castle. Aha, jó, hát akkor oda kell menni szépen.
Na futi! Lover Castle. Ja, akkor ezek szerint a... Aha. Ez az a kastély, amit szépen... ...ebbacott. Epic Wonder! Ott kábel van, jó van. Missile Max, jó van. Na jó, oké, tehát akkor most az a jó kérdés, hogy itt hogy fogunk haladni. Aha, gondolom itt ugyanaz lesz a... Igen, tészta, hogy... 15, aztán... És gondolom difficulty az összesnek 4-es lesz. Ja, nem, ez csak 3-as. Jó, nézzük. Jó, recommendation nincsen, szóval... igen, akartam mondani, hogy mondom, ez nem lesz nehéz, aztán látom, hogy amúgy, tehát a rakétákkal nagyon együtt kell mozogni. Ezt mondjuk el is fogom használni. De amit lehet felszedni? Igen, arra gondoltam, hogy mondom, itt esetleg föl lehet ide mászni. Várjál, viszont... Checkpoint. Ja, értem! Az csak a izé vége volt. Na jó, nem baj. Azt annyi, hogy megfogtam, akkor azzal nem kell foglalkozni még egyszer. És még jó, hogy checkpointot én itt most belőttem. Úgyhogy ez egy jó kis csel volt. Aha, és akkor ez igazából csak annyit jelent, hogy így kell maradni. Jó. Tehát azért mondom, hogy nem tűnik igazából nehéznek. De ezért mondom, hogy nem tűnik... Jelenti azt, hogy nem az. Itt is most jó kérdés, hogy ezek miért bomlottak le. Basszus. Ja, az a baj, mert most power up-om elfogyott. Na most már vissza is jött. Elrontottam.
De legalább megvan a seed, úgyhogy jó, akkor legalább ez egy. Kipa. Meg akkor mindjárt kettő gondolom, mert már szerintem ez a pálya vége lesz. Jap. Azt nem tudom mondjuk, hogy lehetett volna elérni. De legalább megvan a kettő. Szerintem itt már lehet, hogy vége fele jó leszek. És meg lesz ez gyorsan. Akkor gondolom két felé fog most szakadni. Dazzling Light Show. Nagyon jó. Na mit csinál? Ja semmi, az lesz a következő. Na ez már 4-es difficulty. Azt a cummendárét. Na mit ajánlasz? Coin magnet. Inkább... Nem. Maradunk ennél, azt akarom mondani. Ja, jó. Igen, szóval azért, ez azért nem lesz annyira könnyű, mert gondolom itt azért figyelni kell itt dolgokra. Basszus, nem láttam, hogy ez megrázott. Inkább gyorsítottam itt a folyamaton, mert nem tud túl biztatónak. Aha, mielőtt igen, hogy megrázna. Igen, szóval ez egy kicsit lassabb kör lesz. Ja, viszont ott van egy piros cső. Kicsit így... Hát ez jobb, mert... Látom, hogy mizu. Ó, baszod, ez a vége! Ez indokolatlan vége. Nem. Ilyet még nem játszunk. Úgyhogy akkor megyünk még tovább, mert még egy izének lennie kell. Egy cipú rózsának még lennie kell. Azért mondom, hát mondom, hogy ilyennek mondom, még lennie kell. Ez viszont izé, Mario 64-es izé zene.
ott a lényeg. Most már jó vagyok. Úgyhogy most már mehetünk a végére. Ígyni. De még ezt szeretném inkább használni. Ping! Ott a Wonderful. És így a kettő. Na hát... Azért mondom, hogy... Ezt így kell megcsinálni. Azért ahol látni, hogy még van tovább, de már hamar itt a vége, akkor az azt jelenti, hogy na akkor még javában nem vagyok készen. Lehet szépen tovább menni. Jó, mindegy, ő elszórakoztatja magát. Seeker Bullet Bills, úgyhogy ez azt jelenti, hogy Bullet Billekkel leszünk tele most. Amen. Nézzük. Difficulty 4-es. Hát, én nagyon erőteljesen tartom magam ahhoz, hogy szerintem az a badge az jó lesz. Ezért is, hogy mondom, mi újság van, miért nem tudok. Mi színem? Majd azt hiszi mi, hogy ilyen könnyen fog menni. Ez eddig nem is olyan rossz. De könnyen meg lehetett ezt csinálni, plusz egy élet. Viszont a bubim az elveszett. Na, se baj. Ez is már valami. Elég érdekesek ezek a bullet billek. Nem ilyenre emlékszem. Régebről. Hát inkább fel nem szedem. Ez csak magamat szivatom meg. Most arra nem emlékszem, ez csak egy volt? Szerintem ez kettőnek kellett volna, mert igen. Na itt adódik a kérdés, hogy hol hagyhattam ki? Hol maradt ki? De mindegy, szerintem most talán annyira nem lényeg. 25-nél tartok, úgyhogy és nem tudom mennyinek kell lennie. Knucklefest, jó van. Eléggé közel vagyok most már a bosshoz, szóval annyi, hogy ezeket kell végigjárni, és utána a boss. Úgyhogy nem lesz ez olyan macerás. Knucklefest Bowser Blazing Beat. Aha.
Jó. Itt legalább látom a pályát, hogy körülbelül hogy működik, de... talán nem annyira durva. De csak talán. Hoppá. Kicsit megindult a... hogy hívják? Indokolatlanul. Az nénikédet, ez mi? Ó, hogy az anyád. Ja, hogy pumpálni kell ezt. Ez nekem annyira nem esett le elsőre. Ez volt egy checkpoint. Nem tudom, miért ezt kapom amúgy. Na nézzük akkor! Itt viszont eléggé egyértelműen megkapom a kettét akkor. Nem tudom, mi történik. Hogy a nénikéd. Jó, ezt közben beindítom. Mondtam már, hogy utállak? Nagyon bombasztikus a műsor. Ennek annyira nem voltam boldog. Pont belezavarta izébe. Az ugrásba, hogy pont úgy jött lentről, hogy belebírt zavarni. Az... micsoda? Aha. Most azért megpróbálom azt azért összehozni, hogy ne fingasson meg még egyszer. Oké, okay, megérkeztünk. Jó, az azért jó pofa volt. Csak azért az egy mozdulatért azért a kedves játék rohadjon meg. Bum. És itt röhögnék, amikor azt mondanám, hogy így, na akkor most leesek, és akkor puh, meghalok.
Jó, nem. Nem egy kett Mario. Szóval nincs power-upom. Nagy kezdőnek a problémák. Huszonhét. És bizony megyünk fölfele. És gondolom útközben lesz egy hajó. Mert ez nem véletlenül állott meg, vagy nem? Vagy lehet, hogy csak beszélgetés. Epic Wonder. Nagyon jó, race stage. Ja, akkor semmi. Ezek szerint megyünk be. Nincs kérdés. The final battle. Difficulty az már így 5-ös csillag kész, Jolo. Ha itt elbukod, akkor ennyi volt. Hát meglátjuk. Itt aztán lesz minden. Nem mondod komolyan, hogy vele kezdek. Ügyes vagy. Szóval most minden megnőtt. Nagyon jó. Hát ez szupcsi. Azt mondja, hogy coinnal úgy állok összvisz, hogy van 36. Úristen, de rég találkoztam ezzel a power-up-pal, köszönöm. Aha! Ez így érdekes. Azt úgy, hogy? Ez így kezd egy kicsit érdekfeszítő lenni, hogy ezt mégis majd úgy mondd azt, hogy... Hogy? Igen, ugye valószínűleg itt az lesz a lényeg. Itt a gyűrűbe be kell viszont menni. Jó. Meglepett. Hogy ezt nem így kéne csinálni, te szemétláda. Nem mondod komolyan, hogy itt fog életeket veszteni, még mielőtt eljutok egyáltalán a boss fighthoz. Hát ez kurva jó. Hát itt be kellett volna vásárolni, de most izé élettel. Mert ez így egy kicsit macerás lesz, de na mindegy. Mm-hmm. Pillanat. Ja, most... Mm-hmm. Jó. Akkor ezt úgy fogom csinálni. Ugye azt hiszem nem volt. Amúgy most jut eszembe, hogy elfejtettem, be kell menteni. Ez lehet, hogy nem ártana. Csak azért, mert utána, hogyha valami van, akkor itten jaló van. Ja, ezt tudom csinálni, hogy itt most fogom magam, aztán így kilépek. Így elkezdek visszafele menni. Jó. Akkor mivel úgy sincsen sok értelme ezeknek a liláknak, valami hasznosra is fogunk költeni ezt.
ami azt jelenti, hogy veszek életet egy jó párat, aztán... Aztán jó vagyok. A köszi! Nem ez lett volna a lényeg. Sopat akarom megtalálni. Nem ezt akarom. Anyádat. Ő messze van. Na mindegy. Stackeljük magunkat élettel. Méghozzá ötössel. Jaj, 44 életem is volt. Na várjál, meddig jutunk el, látok? Tudjátok mit? Úgyis ugye sok ilyen izén van. 99, töké. Innen szép nyerni, úgy érzem. Hát ezt így kell kihasználni. Én bebiztosítom magam. Tudom, hogy fölösleges. Meg ilyenek. De én be fogom magam biztosítani, hogy igenis megcsinálom. Úgyhogy akkor én itt kérek egy... Várjál? Igen, mert átváltott ez a nyomi. Igen, és most kérek egy mentést. Nice. Nem tudom, hogy amúgy a mentés az. Hogy működik? De így már azért jobb lesz. Azért mondtam, hogy igazából ilyen szempontból lehetne az, hogy power up-ot is lehessen venni. Nem tudom, hogy ezt miért... Azt miért nem lehet, ezt miért nem rakták bele a játékba. De valamiért azt nem rakták bele. De így a shopnak túl sok értelme nincs. Ugye szépen visszaesett. Na, és akkor legalább most már rájöttem, hogy nem ugrok én le izé sárkányról, hanem jön vissza, úgyhogy rá fogok ugrani. Ígyni. Azt hittem, hogy ilyen henger formában fog majd megjelenni, aztán izé. Aztán úgy haladok. A rossebb. Tehát azért beszartam, hogy na itt lesz a vége, ezek szépen nem tudok tovább jutni. Hoppá, ez egy kurva nagy bú. Aha, jó, legalábbis azt jelenti, hogy most egy kicsit úszkálni kell itt a levegőbe direkt. Oké.
Jó, azért nem baszik ki velem a játék ilyen szempontból. Na, megvan egy virágom. Aha. És... finálé! Azt a gombot kell megnyomni. És jó, hogy a izét hoztam. Az örés stage. Én nem tudok mozdulni. Na végre. Szóval azt a gombot kell megnyomni. Értem. Így. Meg kell keresni az ütemet. Jó. Apa, most meg egy kicsit elkapott. Jó, itt igazából csak az ütemre kell figyelni. És akkor már jó is vagyok. Nem gondoltam volna, hogy a kezét ott törni kell, de jó, ezek szerint igen kellett. És jön megint. Eléggé könnyű. Eléggé könnyű azért. Egy kicsit könnyebben mozgok így. Oh, it has been kicselezd. Azt közben add ide. Na mi lesz, álmos megváltozik így a pad. Yeah.
ez sokat nem ért. Francba, hát viszont ezzel már ezért annál inkább jobban többet ért. Azért az erős lesz. Ott volt az gomba, rohadjon meg. Ó, nem már, és ez a baj, ezt ilyenkor előről kell csinálni, ezt az egészet, túl hosszú ahhoz. Túl hosszú. Ezért meg lesz ez gyorsan. Most úgy megpróbálom egy kicsikét gyorsba tolni. Azért gyorsan eljutok oda, hova kell. Mert egyébként túl hosszú a boss ehhez. Például itt is ugye azért visz egy kis időt. Én kivárok. Úgy nép. Kicsit mellé ment. Füst. Akkor mondjuk ez is jó. A legalább rohadt könnyű vagyok. Na, befejezted már a bohóckodást? Végre elpusztíthatlak? Jó, most megyünk a négy felé. De jó, viszont ugye a lényeg az az, hogy a kezeket azért el kell ám pusztítani. Megvan, hogy... Úgy. És vége? Ott a gomb, amit nyomni kell. Ezek szerint akkor ott... Tök-e padlózni.
Bum! Nagyon egyszerű volt. Innestől kezdve ez már ki lehet így ismerni. Hát meg vagyunk. Ó, és milyen jó! Azt nézem, 2 óra alatt sikerült befejezni. Pont jó! Apa, lesz még egy köröm? Ja nem. Azt hittem. Pillanatra azt hittem, hogy lesz még egy köröm. Ezek szerint nem. Na. Nagyon jó, hogy amúgy úgy sikerült ezt a végigjátszást tolni, hogy Márióval kezdtem és Márióval végeztem, és közben azért volt karakterváltás is, és egyébként full random volt, szóval nem az van, hogy ezt én így összeraktam meg minden, hanem mindig rányomtam a randomra és jött. Úristen, mindjárt felrobbam. Ez viszont 7 darab. Na, siker! Befejeztem. Még nézhetjük, ahogy szétesik a hajó. Ja, igen, itt vannak a... Itt a 7 törpe! És nagyon teljesen más irányban azért virágoznak. Ja, jó, mondjuk gondolom a virágot mutatják meg. Jéj, kész! Azért mondom, tök jó, 2 óra alatt sikerült befejezni. Mondtam én, hogy sikerül ezt összehozni, így ledarálni. Hoppá! Lesz még egy köröm? Aha, ezeket a izéket lehet megfogni, hogy ilyen mini játék gyanánt. Ezt nem is tudom, hogy le kell-e nyomni, vagy sem. Na, ez mondjuk egy-két jó pofa. Vagy hogy nem látok semmit. És akkor elméletileg ugye mennyi 100? Jó van már, hát elrepülök a rákba. Ez így... nem fair. Jó, közben a virág el van magának. Igen, ott a dealerem. Ja. Ezt próbálja meg az ember követni, most mi történik. Ami skippelhető? Fogadjunk, hogy nem. Nem. Jó, tehát ezt nagyon jól le kell tolni. Ja, de ez skip. Várjál, és akkor ez... Oh. Akartam, hogy nem mondom, valószínűleg ez lesz a vége, de nem. Most akkor végig fogunk menni az összes ilyen izé témán meg pályán.
Nehéz lesz így elmondani egyébként a mondandómat a játékkal kapcsolatban, úgyhogy... Nem könnyíti a helyzetemet. Na mindegy, szóval hát akkor azért így... Nagyjából próbálom egyébként összegezni, hogy amúgy mit gondolok erről, mert amúgy... Jó pofa volt, meg amúgy elvesztem, viszont amennyire észrevettem azért... Marha egyszerű. Szóval... Olyan... Most nem tudom, hogy a... Az ilyen Wii-s korszakokban kijött izé Máriók is ennyire egyszerűek-e vagy sem, bár szerintem nem. És nekem olybá tűnik, hogy azért ez a Mário az... Egyszerűbb lett jóval. Még nem lehetett szintet állítani, tehát szóval az egy szint volt, és kb. Ennyi lehetett tolni. Úgyhogy nem volt túl bonyolult, pláne ezzel, hogy az lepett meg, hogy például power-upot ugye nem lehetett a shopba venni, és hát a shopnak aztán sok értelme nem volt. Maximum a badge-eket volt célszerű megvenni, meg hát most mit tudom én életet megvenni, amit aztán kiderült, hogy annyira nem lett volna muszáj. Szóval így is egész jó nyomtam. Itt a vége felé kezdett el egy kicsikét durvulni a játék, de eddig meg nem nagyon, tehát azért szépen össze lehetett gyűjteni mondjuk egy rakat életet. És haladni szépen a játékkal, hát illetve ugye nem kéri azt, hogy minden egyes izét megfogják. Jó, mondjuk a Super Mario 64-be se kellett minden egyes csillagot például megfogni és ugye végigmenni a pályákon, hanem egyszerűen csak annyi volt, hogy nagyját meg kellett fogni, tehát egy jó körbe kellett járni itt ott a pályákat. Úgyhogy itt is inkább csak az, hogy szépen körbejárom, meg minden összeszedem nagyjából, aztán hello. De egyébként azért mondom, hogy amúgy szerintem marha egyszerű lett ez az epizód, ez a rész. És így kb. Ennyi. Úgyhogy sokat nem lehet egyébként mondani róla, azért mondom, úgy egyszerű lett szerintem, úgyhogy simán végig lehet ezt darálni, bár nem tudom, hogy ha valaki soha nem máriózott, akkor lehet, annak okozhat egyébként nehézséget. Arra viszont bőven jó. Aki viszont a Máriót azt nagyon tolja, meg nagyon vágja, annak viszont marha egyszerű lesz. Úgyhogy kb. Ez így ennyi. Na, hát akkor ez lett volna a Super Mario Brothers Wonder. Egy kb. Mennyi 4 epizódos végigjátszás lett ebből, úgyhogy viszonylag rövid. És ezzel kaptam egy medált. That makes one. És akkor még elméletileg végig tolható még jó párszor. Igen. Igen, ugye itt rá lehet gyúrni a 100%-ra, ha nagyon úgy érzem, de hát azt nem kell. Na, szóval akkor ez lett volna egyébként a játék. Egyébként azért mondom, szerintem kifejezetten lightos volt, és amúgy szórakoztató, úgyhogy viszont könnyű, tehát szerintem lehet ez úgy lett volna célszerű, meg úgy lett volna jó, hogyha lett volna nehézségi szint, mert szerintem ez, ha tényleg ezt egy nehézséges szintet veszik, akkor ez túl könnyű volt. Még akkor is, még például ez a difficulty is, hogy most amit ír, hogy például a csillagrendszerre, hát érdekes, hogy van amelyiket jó, azért nehéznek vélte, és azt én megcsináltam elsőre, van amikor meg megszivatott, szóval azért ez ilyen vegyes, úgyhogy nem tudom. Na mindegy, de egyébként ettől függetlenül nem volt rossz, szóval ez olyan, hogy simán végig lehet darálni, úgyhogy bármikor. Hát akár úgy is, hogy most nem így ülök, hogy dokkol van a konzol, hanem mit tudom én, hogyha viszem magammal, és akkor úgy játszok vele, szerintem amúgy teljesen jó. Nagyon lightos, tehát végig lehet pörgetni annyiszor, amennyiszer akarod. Na, hát a kövi játékon még gondolkozom most, hogy majd mi legyen ezután. Valami lightos lesz szerintem, és szintén valami gyorsan pörgethető játékot próbálok meg majd végig tolni, vagy nem tudom, valamelyik a kettő közül. Mert hogy jövő héten, szerdán megérkezik viszont új, amit végig akarok tolni.
úgyhogy jó lenne egy gyors játékot pörgetni, nem tudom mi az, ami gyorsan pörgethető. Azt még ki kéne találni. Na minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna a mai epizód, illetve ugye önmagában ugye a Super Mario-nak a végigjátszása. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és hát természetesen legközelebb találkozunk, viszont már egy más játékkal, úgyhogy addig is további szép napot, sziasztok!